Én nem szeretem nagyon Márai Sándor regényeit, de a naplója csodálatos. 43-44-ben kezdte el írni, és abban megírta, hogy milyen volt egy napja a békeidőben. Most azt fogom csinálni, hogy felolvasom, és megérzéseket fűzök hozzá. Milyen is volt? Reggel 7-kor arra ébredtem, hogy valaki halkan jár a szobában, a szobalány járt ilyen halkan, és ágyam mellett a kis asztalkára helyez egy vizes poharat, tele narancs és citromlével, s a reggeli újságokkal. Felébredtem, s egyhajtásra megittem a fanyaride kocsvalékot, vitamin, átlapoztam az újságokat, majd kinyújtottam a kezem az előző napon megkezdett olvasmány után, és 9-ig olvastam. Fölébred, csak a narancslevet iszol meg, újságot olvas, aztán regényt, és csak ezután jön az, hogy akkor betolták a kerekes asztalkán a reggelit, teát, vajat, lágy tojást, mézet. 10-kor felkeltem, 11-ig dolgoztam. Hát, ha jól látom, akkor egy olyan egy órás reggeli volt, amíg kirúgta magát az agy, és utána dolgozott egy órát, 10-től 11-ig. Akkor már ott állott a ház előtt az autó, melyet a garázsmester a reggeli órákban elhozott, és gondosan csukott ajtókkal a kapu elé állított, fehér nadrágot és trikót húztam, és kezemben a teniszütővel lementem az utcára, beültem az autómba, elmentem a szigetre, egy óra hosszabb teniszeztem, majd tusoltam, úsztam, és dögönyöztettem magam a szigeti úszodában. Egy órát teniszezett a szigeten. Majd pedig rendbe hozta a testét, és elindult hazafelé. Útközben hazafelé megálltam valamelyik kávéház vagy eszpresszó előtt, káprázatosnak tartom, hogy meg lehetett állni csak úgy, előtte, ahol jó feketét lehetett kapni, és a bárpulthoz könyökölve fölhörpintettem egy csésze mérges, erős fekete kávét. Az ebéd könnyű volt és ízes. A szakácsnét, ha nem értette a dolgát, egy idő múltán kicseréltük, mintha valami dolog lenne. Ebéd után aludtam, majd dolgoztam 5-ig. Tehát ebéd, alvás, és akkor, hogyha jól számolom, mondjuk legbővebben is mondjuk 2-től 5-ig írta a regényét, vagy nem tudom, mi volt a dolog. Akkor séta, következett a hűvös völgyben, vagy a Schwab-hegyen, megint csak a kocsival mentem a sétahelyre, és az ember néha bosszankodott, mert a kocsi nem működött tökéletesen, ki kell cserélni. Hát sétált egy kicsit, séta után haza, átöltözni, mert este vendégek érkeztek, vagy vendégségbe kellett menni. Éjfélre lehetőleg hazaérkeztem. Tehát vagy jöttek vendégségbe, vagy ők mentek el. Éjfélre lehetőleg hazatértem. Egy órát olvastam még az ágyban, ugye? Tehát éjféltől egyik még volt egy ilyen munkaszerű viselkedése, labda. És elalvás előtt ásítva megállapította az ember, hogy a vacsora rossz volt, a társalgás unalmas, az irodalmi élet szintje süllyedt, és az élet úgy, amint van, valóban elviselhetetlen. Ez eddig egy bekezdés volt a bejegyzésben, és utána következik még egy mondat. Tudja Isten, talán csak ugyanaz volt. Zárásul csak összegezni szeretnék egy kicsit, tehát, hogy ami számomra meglepő, hogy milyen kevés a munka ebben a békebeli napban, hogy egyáltalán nem érezni azt, hogy bármikor megtámadta volna a stressz, aztán, hogy mennyire kevés az ember. Nem tudom, mivel érezteti, de valahogy látszik, hogy kevés az ember a városban, és hogy mekkora a szolgaszemélyzet. Tehát, hogy mennyi ember, szobalány, garázsmester, tenisztanár, masszőr, szakácsnő dolgozik azon, hogy ennek a polgárnak egyáltalán semmi dolga ne legyen a munkáján kívül. Ezt akartam mondani.